Ezek a nyíregyházi intermodális csomópont látványtervei. A fejlesztéssel valamennyi közlekedési szolgáltatást összekapcsolnak. Megújul és teljesen akadálymentessé teszik a vasútállomás épületét. A posta és a kormányablak új helyet kap, a peronokat és az aluljárót is átalakítják. Az új buszpályaudvart közvetlenül az állomás mellé építik. Aluljárók, mélygarázs, parkolók, kerékpárutak és mintegy 3000 négyzetméteres zöld terület is része a beruházásnak. Az erről tartott tájékoztatón elmondták, a közbeszerzési eljárás napokon belül elindulhat. Az intermodális csomópont kialakításán kívül számos útszakasz felújítása vagy tervezése kezdődik a közeljövőben. Mindegyik fontos, vannak különböző kategóriák, vannak az egész várost érintő stratégiai jellegű közötti infrastruktúra beruházások, elindult a nagykörút bezárása, ilyen, nem sokára indul a vasútállomás, buszállomás, magába forró úgynevezett intermodális csomópontépítés, ahol például lesz egy 200 fős parkoló, ahonnan a föld alatt, ahonnan a vonathoz lehet menni, onnan lehet jönni, új busz pályaudvar, tehát nagyon sok mindent tartalmaz. Ehhez tartozik még a Tokaji úti aluljáró tervezése, ami szintén halad. A négyes számú főút Debrecen-Nyíregyháza közti szakasza hosszú évek óta okoz bosszúságot az autósoknak. A Debrecen keleti elkerülőtől a négyes főút M3-as csomópontjáig tartó közel 31 kilométeres szakasz tervezése hamarosan kezdődik. A kétszer két sávosítás mellett 5 csomópontot is kialakítanak. A fejlesztés nemzetgazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű. 2017-ben egy megállapodás született a két város között, polgármesterek voltak ott és képviselők, és ténylegesen ez a lobby erő juttatott el most már odáig, hogy a tervezési szakaszba érkezett az útfejlesztés, úgyhogy hamarosan meg lesz az is, hogy el tud indulni maga az építkezés. Ez kulturális, gazdasági, turisztikai, sportfejlesztéseket mind-mind eredményez, hiszen nagyon fontos az, hogy mindenhez az útfejlesztés szükséges. Folytatódik az 5 milliárdos kormányzati támogatásból megkezdett útfelújítás. Eddig 18 utca kapott aszfaltos burkolatot, az útfejlesztési program következő ütemeiben pedig további 27 utcában kezdődhet meg az építkezés. Ezek közül a Megyfa, Gömb, valamint a Sátor utcákban hamarosan indulnak a munkálatok. Nyíregyháza közigazgatási területe olyan, hogy a bokortanyák ide tartoznak, Nyíregyháza nyugati részén, és ez azt jelenti, hogy már korábban elkezdődött a nagyobb bokortanyai utak aszfaltozása, amely a közúthoz tartozik, így Rókabokor, itt több bokor becsatlakozhat, Antalbokor, Zomboribokor, Vargabokor, és ez még folytatódni is fog, de nagyon lényeges, hogy a kisebb utcák aszfaltozására is lehetőség van, hiszen Nyíregyháza nehéz történelmi örökséggel küzd, hiszen a bokortanyákon nagyon sok földút található, még mindig több kilométer, több tíz, sőt több száz kilométer. Ezt most sikerült egy 5 milliárdos útfejlesztési programmal csökkenteni, ahol Nyírszőlősön, a kertvárosi részen, a 36-os, 38-as út közötti részen új utcákat is sikerült kialakítani, régieket aszfaltozni, és ez azt jelenti, hogy a külterületen élők érzik azt, hogy a város törődik velük, és az ő életminőségük is javulhat. Több nagyforgalmú út is megújul Nyíregyházán. A Szent István, a Szarvas és a Széchenyi utcák fejlesztésével mintegy 1100 méter hosszan újul meg az útburkolat, és 1400 méternyi bel- és csapadékvízvédelmi létesítményt helyeznek el. Járdaszakaszok és zöld felületek is megújulnak, várhatóan idén, októberig.